Hello, srácok, szevasztok, üdv mindenkinek, csodálatosan szép napot kívánok itt február 27-én kedden egy újabb játék bemutató élő adásban, ahol is a Deep Rock Galactic Survivor nevezetű játékot fogom nektek megmutatni, és fogom remélhetőleg jó sokatokat rászoktatni erre az elméletileg baromi jó autó-shooter játékra. Mit jelent az autó-shooter? Olyan, mint a Vampire Survivors volt. Menni kell, azt lő magától a karakter, azt fejlesztünk, és nagyon erősek leszünk. Aki látott már ilyet, az tudja, hogy ezek a játékok mennyire be tudnak szippantani, úgyhogy hát a review-k alapján ez nagyon-nagyon jól sikerült már így korai hozzáférésben is, szóval remélem, hogy fasza lesz, és remélem, hogy jól vagytok, srácok, remélem, hogy minden vidám, kicsit tavasziasodik az idő, úgyhogy ez egy happy nap részemről, minden fasza, úgyhogy próbálom ezt rátok is átragasztani. Köszönöm szépen Jani barátom a cheert, hát így a tegnapi YouTube-os matricázás után el is vártam. Üdv és hello, köszi Silent Warrior neked is a 19-et Hunor hipnotikus avas szalonna az 5-ös gifttel. Control BKV köszi neked is, Sandy és Zsotyesznek is jár a taps. Szintén egy 5-ös subgift bomba, hát srácok, nagyon-nagyon köszi. Csitnyik Norbert, Rarabanya, nektek is köszi-köszi a supportot. Hello Nati, Cső Hirks, Hello Geri, Tipcsi Ákos, szevasztok, szevasztok. Ma így föl vagyok dobódva, nem tudom. Ez egy jó nap, srácok, én érzem, hogy ez egy jó nap, úgyhogy megpróbálom rátok is átragasztani boldogságomat, miközben hát Jani barát itt keresi az emótokat a cseten, de csak ilyen kiabálósokat talál. Köszönjük szépen, Jani! Hamarosan itt a Final Fantasy. Most már tényleg nem kell sokat aludni. Csütörtökön elkezdjük, holnap után végre. Final Fantasy. Addig meg még nagyon jó játékokat fogunk megnézni, úgyhogy kibírjuk. Hétvégén Forma 1, ugye, srácok? Az sem egy elhanyagolható szempont, hogy végre egyébként az a kedvencünk is elindul, úgyhogy tudunk szurkolni. Próbáltam itt megágyazni ennek az intro zenékkel, úgyhogy már azt is nagyon-nagyon várom. Meg már elkezdtem a megfelelő emberekkel beszélgetni így a téma kapcsán, hogy idén nyáron is legyen majd mindenféle meglepetés, content nekem, meg nektek is közvetve, esetleg ajándékokkal nyilván, meg hasonló dolgokkal, szóval még izgalmas lehet ez a nyár is a tavalyihoz hasonlóan. Egyébként halkan jegyzem ezt meg, aztán majd meglátjuk, hogy mi kerekedik ki belőle, de a tárgyalásokat megkezdtem, srácok. Egyébként is nagyon-nagyon sok dolog van most így a háttérben, úgyhogy igyekszem normális agykapacitással megérkezni a streamekre. Big Bob, már válaszoltam erre a kérdésre 42 milliószor, illetve a menetrend is válaszol a kérdésedre, de megteszem így kiemelve is. A Sons of the Forest-et nem tervezem elővenni, mert Final Fantasy-zni fogunk, ami egy 80 órás videójáték, tehát nem kezdek bele egy 40 órás Sons of the Forest-be, valamikor biztos, hogy vissza fogunk majd térni ahhoz a játékhoz, hogy mikor, azt nem tudom, ha majd tudom, akkor onnan fogjátok tudni, hogy benne lesz a menetrendbe, minden, ami nincs benne a menetrendbe, az nem lesz, ezt innen lehet tudni, srácok. Most ezt nem kivételesen úgy mondom, hogy kapjátok be, hanem ez így van, úgyhogy ezzel tervezzetek. Ami ott van, az biztos, ami nincs ott, az sose biztos, úgyhogy azzal kár is számolni. Köszönöm szépen, Harcos Girl, Lazarus Árnyék, Lilianna, Tipcsi és Kaszó nektek is a feliratkozásokat, meg úgy áll lesz húzáme mindenkinek, hogy ma is itt vagytok, ma is gyönyörűek vagytok, ma is intelligensek vagytok, ma is 9 évesek vagytok, ez mind-mind egy rendkívül jó dolog. Srácok, kezdjünk bele a mai játékunkba, ez a Deep Rock Galactic Survivor, még egyszer mondom, ugye a Deep Rock Galactic az egy már létező és megjelent videójáték, nem tudom, hogy hányan ismeritek, annak idején még azt is korai hozzáférésben néztem én meg, és engem nem annyira kapott el,
egyébként, 3 évvel ezelőtt talán, tehát nem most volt már. Viszont például a haveri társaságomban ezt a Deep Rock Galacticot haverjaim hónapokig játszották és imádták, és aki egyébként játszott vele, a legtöbb ember így nagyon szerelmes lett így ebbe a világba, amit a Deep Rock Galactic létrehozott, és ez a Deep Rock Galactic Survivor, ez ugye most érkezett meg Steamre, ez egy korai hozzáférésű játék, ez egy spin-off, ami, hát ahogy említettem, a Vampire Survivors mintájára egy ilyen autó-shooter, majd meg fogjátok látni, ha nem világos, hogy ez pontosan mit jelent. Szóval egyértelműen PC-n fogunk vele játszani. Az ára, az meg nem mondom nektek így hasraütésszerűen, hogy mennyi, de mindjárt kitalálom, mert én is megvettem magamnak. Az 10 euró, jó? Tehát, hogy úgy kezeljük helyén, hogy nem egy drága játék, ha megtetszik nektek, akkor viszonylag olcsón ti is be tudtok rá ruházni. Igen, a Deep Rock Galactic-kal kapcsolatban DVD sokan mondták, hogy valószínűleg engem is azért nem kapott el, mert egyedül nem olyan jó, de hogy egyébként fantasztikus kópjáték, úgyhogy akinek esetleg ez megtetszik, arra is ránézhet. Bár az nyilván egy survival-ebb FPS típusú dolog. Lényeg a lényeg, sokat böszétem, Comic Spider-nek és Sophie-nak is megköszönöm még a támogatásokat, Sophie-nak külön a 3 évet, azt indítom a játszit, és lássuk meg, hogy tényleg függőséget okozó csoda-e ez. Srácok, nézzük, milyen a Deep Rock Galactic Survivor! Micsoda váltás volt. Láttam közben a cseten, igen, hogy Jani barát is nagyon várja a Final Fantasy-t, én szerintem tűkönül. Tehát, hogy ő is alig várja, hogy ott titokba otthon pörgesse. Ha majd elmaradnak a Jani streamek esténként YouTube-on, akkor tudjátok, hogy az azért van, mert pörgeti a Final Fantasy-t Jani titokba. Ez így van. Fontos adalék, amit én is most tudtam meg, hogy stream előtt elindítottam a videójátszit, van benne magyar felirat. Egyébként. Ja, meg van két új emótunk, két Final Fantasy ideiglenes emót a végigjátszásra, a Nessai Choco, meg a Nessai Seth. Úgyhogy tök cukik, majd nézzétek meg, de azt ráérünk használni a Final Fantasy alatt. Na de! Jó hosszú intro volt itt Nessali. Deep Rock Galactic Survivor. Játék indítása. Nem kell túl gondolni, 3 pálya van, a kristály barlangok van egyelőre csak megnyitva. It's always so beautiful here. Aha, veszély szint 1-es. Teljesítsd a merülést, érd el a Deep Core GK 2 12. szintjét, gyűjts aranyat. I'll try on hazard 1. Nem tudom, mit jelent, de majd megtudjuk. Azt mondja, kasztok is vannak, felderítő és 3 zárolva. Jó, hát akkor a felderítővel leszünk. Úgy. Ott van a törp Nessali abba a pillanatba, és gondolom itt pedig a gear tudjuk kiválasztani, de hát abból sincs még semmi, úgyhogy az alapfelszereléssel megyünk. Scout classic for me. Nem volt nagyon itt bemelegítés, oké. Egy tutoriál azért lehetett volna. Jó, VASD-vel mozgok. Tudok bányászni, tehát ha neki megyek itt a dolgoknak, akkor azokat kibányászom. És akkor jönnek a bogárkák, és nyilván automatikusan lövök rájuk a kis fegyveremmel. Szerintem egy picit hangos lesz így. Leveszem 50-re, aztán majd szóljatok. Így. Jó, hát akkor bányászok, ugye ugyanúgy az enemik dobnak ilyen XP gyémántokat. Azt föl kell szopkodni, és ott alul látjátok a szintemet. Fönt pedig elit idegen kicsalogatása. Aha. Az nagyon jó hangzik. Nem akarom kicsalogatni az elitet. Szintlépés. Aha. Ahogy szintet lépünk, nyilván választhatunk egy fejlesztésből. 3% krit, tűzgyorsaság. Az jó hangzik. Gyorsabban lövünk. Azt kérem. Azt mondja, van itt sárga bányászható cucli. Az nem tudom mit adott. Ja, ez adott egy ilyen bizmort itt bal fölül. Nem. Mindegy, lépem a szinteket. Bányászati sebesség 10% sebzés. Hát a sebzés, csak adam. Úgy. És akkor várja, itt van valami küldetés. Ezzel mit csináljak?
ezzel pauzolok. Azért egy tutoriálnak örültem volna, de hát majd felfedezzük a dolgokat. Gondolom bár... Aha, na ez az arany, ezt kell kibányásszam. Bogárra érkezik, az tök jó, mert pont beszorultam, bazd meg. Áó! Nyilván ugye akkor sebződök, hogyha hozzám érnek a... ezek az undorítók. Jézusom! Görény arcúak. Szintlépés. Tűzgyorsaság mehet. Amúgy tudom, hogy a chaten egy csomóan segítetek, csak most így pont nem tudom nézni a chatet, de majd így az első halál után majd elmondjátok, hogy mire érdemes figyelni, meg hogy csináljam. Most itt már kezdek rájönni, hogy ez a sárga meg a piros cucc, ezeket kell bányásszam, mert azokat mutatja ott bal fölül. Szóval gondolom, azok ilyen fontos resource-ok. Hogy az a felkiáltó jeles radarot mire jó, azt még nem tudom, de majd rájövünk. Na! Ötös szint, új fegyver. Sörétes puska, zukov vagy fagyasztó gránát. Ez a sörétes puska, ez közelre jó, mint a legtöbb shoti, szóval inkább ezt a gyors tüzelőt választom. Az jobban illik a személyiségemhez is. Aha, és akkor most már kettő fegyverrel lövök egyszerre. Very good. Very lövés. A Twitch bitráta hogy bírja ezt a sok enemit, srácok? Azt mondja, a supply pot ki kell bányászni a földet körülötte. Aha. Tehát itt ki kell bányásszam a földet. Aha. És akkor most bekapcsolt. És ez is lövi az enemiket, ez az osz. Jézus! Ja nem! Aha! Várjál, ott egy boss! Arararararara! Nyugodjunk meg! Jézusom! Jó, tűzgyorsaságot növelünk, nem, sebzés. Csak adag. És azt a supply podot hogy nyitom ki? Oda kéne menjek. Mi? Csak hát rajta áll, az meg az aliennek a teljes családja. De elcsaljuk őket, megoldom. Jó bírja a Twitch bitráta? Na, fassa. Jobban, mint a Vampire Survivors-nél. 5% crit. Szerintem az még nekem nem jön jól a crit. Megyek a flat sebzésre, mert az... Az jó növeli itt nekünk a dolgokat. Naha, itt az utánpótlás kapszula. Tapasztalati pontokat találhatok bányászás közben. Növeli az életerőmet minden vörös cukor után. Tehát ez a piros genyó. De ez heal-el, vagy a max életerőmet növeli? Hát ez jó, hogyha a max életerőmet növeli. Nem, az egy másik piros kristály. Oké. A max HP-mat növeli. Jó. Ezek a robbanó bogarak. Igen, tehát közben amúgy meg kéne figyelnem az enemik közötti különbséget is. Jó, sebzés, csak adom. Meg el kéne kezdenem bányászni. Az a baj, hogy már nem mutatja a küldetést, úgyhogy nem emlékszem, hogy mi a küldetésem. De ez egy bányászós játék, szóval nem ártana bányásszak. Jézusom, azt a nagyot mindjárt megöljük. Ez az. Dam. Ó! Objective completed. Azt mondja, érd el a leszálló egységet. Jövök! Na hát, megy ez. Nem haltam meg egyből. És akkor be kell szálljak a podba. Jövök! Hát még addig lövöm őket. Még 5 szek az bármire elég. Zsír! Megcsináltuk! A bolt. Oké, szóval láttatok, hogy milyen egy alaprán egy kör, és akkor a kör végén kapunk egy boltot, ahol elkölthetem a sárga meg a piros köveimet fejlesztésekre. Messzebbről fölvesszük az XP kristályt, gyorsabban újra töltünk, vagy 10% sebzés. Hát...
Nyilván ez az újratöltés, ez lila, de... De a flat damage-et jobban érzem. Jó. És a pirosból... Ja, meg lehet venni életerőt is. Srácok, az életerő az szintén max HP, vagy egy heal? Egy pályán belül 5 darab kör van közben, írja Dávid. Nagyon-nagyon köszi, srácok, az infót. Ez a 30 sárgáért életerő az heal, vagy max HP? Heal, oké, és köszönöm. Megvesszük ezt a tűzgyorsasságot a második pukkantómra. Jó. Folytatás. Ha? Jó, és akkor jön a második kör. Szóval azért lenne fontos bányásznom, mert a bányászott cuccokból tudom a karakteremet fejleszteni. Most már tudom, hogy mi az értelme. Ezeket miért nem veszi föl? Valószínűleg az a hílelős, és azért nem. Aha. Tehát ezt a sárgát meg a pi... Ez a zöld nem tudom mire jó. De azt fölveszi. Az majd gondolom lehet, hogy egy későbbi fejlesztéshez fog kelleni. Amúgy a... Azt azért akarom állítani, mert a zene baszó. Nagyon adja a zene. Meglátjuk. Így milyen? Hangerőügyileg. Várjál, aha, ott egy jeladó. Csak most faszán becsapdáztam magam. Jajjaj. Ássál, kicsi, ássál, ássál, mert jönnek. Ássál, kicsi, ássál. Na, nincs idő. Szóval ott van egy droppod. Jó, újratöltési sebesség. Jön a droppod. Nem sebzi őket, dehogy nem. Szintlépéskor hílelés. Sebződés után XP. Jó lesz a hang. Jó, szintlépéskor hílelődünk. Ezek a zöldek azért jó bírják. Egyre undorító bogarak jönnek. Megyek még egy kört, mert beszopkodjuk az XP-t. Ezeknél a játékoknál így mindig oda kell figyelni, hogy ügyesen csalogassuk az enemit. Mert oké, hogy megöljük őket, de hát föl is kell szopkodni. Az XP-t belőlük, igen, a beszéd egy kicsit hangos. A zene az, az kegyetlenül nagyon visz engem a zene. Igen, ez jó, hogyha azokat a robbanókat így az arcukba csapjuk. Ajaj, most nem eltaktikáztam magam kicsit. Szerencsére lassúak. Most még lassúak. Mozgási sebesség, az jól hangzik. Tényleg emlékeztek a Loop Hero-ra? Az volt az az ilyen indie game, ami utoljára beszoppantott, és nagyon jó zenéje volt. Tényleg, de jó zenéje volt a Loop Hero-nak. Mi sebzett meg? Várja, ott ilyen a robbanó pattanás, az megsebzett. Szárnyalunk az XP-vel. Tűzgyorsaság, az jöhet. Nem bányászok eleget, az a bajom, balfasz vagyok. Bányászni kéne. És
csak még nem tudom, mert ezt a zöldet van-e értelme fölvegyem. Ja, várjál, mert itt a boss! Ügye! Az elit kaszaboló. Jajjaj. Jajjaj, ott a loot, azt kéne kibányászni. A picsámba, bocsánat. Felülnézetes Minecraft? Hát a Minecraft-val kicsit kevésbé intenzív. Várjatok, és mitől függ, hogy mikor van vége a pályának? Jajjajjaj, nagyon nagy a baj, hát kurva nagy a baj, bocs, baj, na, nyugi, nyugi. Hát ez nagyon nagy a baj. Üssed kicsi! Mindig az elit megölése után, oké. Okay. Meghalt! Jó, nyugi! Baszeg! Új fegyver! Jó, add ide a shotit! Szia, krappa! Aha. 20 szekem van, basszus. Jó, itt vagyok. Jó, oda kell figyeljek, hogy ügyesebben bányásszak majd amúgy. Júj, kicsi! Jézusom! Szintlépés, 20% sebzés, add ide! Jézusom! Jó, melegedik a szituáció. Oké. Hát nem nagyon bányáztam. Ezt mondtam amúgy, mert ügyesen elmondtam, hogy mit kéne csinálnom, csak nem csináltam. De hogy ezért kell bányászni, mert különben beszopjuk, mert nem tudok fejleszteni. Most egyelőre a 9% kritet tudom kivenni, az is jó, de nyilván kell. Bányászás, Nessali, bányászás. Az a mozgási sebesség, az most nagyon jó lenne. Fegyver upgrade-ek mellett van egy kis kék, nagyobb, kisebb pöttyökkel. És a nagyobb pöttynél kap valami speciálisat a fegyver. Oké. Okay. Várjál, mert nem férek el, itt mennek ezek a göcsörtök. Na, itt az elején kéne felfedezzem, hogy hol van a... jó loot. Igen, ott bal oldalt mutatja, hogy az öt színből hanyadikon vagyunk. Na ez az. Big loot. Most ide jó beszorítom magamat egyébként. Jáj, kicsi! Hűha! Az a robbantó, az megküldte neki. Azaz, szopkodjad a kristály! HP-t ad. Jó, fölfele van egy droppod. Kérem az XP-t, szoppancsad. Very good szoppantó. Nagyon jó a szopó. Már kezdek megőrülni, nem tartott sokáig. Már ezt ki kell szedni a dropit. Nem lesz időm kiszedni, bassza meg. Á, a pukkantót kéne szétlőni. Hát megjöttek, hát nagyon megjöttek, Móni! Gyerekek. Á, de őrentik a púzómat nagyon. Jézusom. Jó, hát nyilván azt ne felejtsük el, hogy ugye van egy progresszió, tehát ha meghalok, akkor remélhetőleg tudok fejlődni, és akkor a következő körre már erősebbek leszünk. Igen, tehát ezt mondja Martin, hogyha itt még egy szintet lépek, akkor kapok valami bónuszt a fegyverhez. Remélhetőleg. Az a baj, hogy nincs idő bányászni, mert olyan szinten raknak, hogy... Júj, kicsi!
Ez nem valók amúgy nekem már ilyen stresszes játékok, az évről évre rá kell jöjjek, hogy ez... Bogárra érkezik, hát még mennyi bogárra érkezik? Hát már jobbra nézek, bogár, balra nézek, bogár, nem nézek sem erre, akkor is bogár. Próbálom őket beszorítani ilyen egy-egy folyosóba. Csak mondjuk, hogyha rossz irányba lő a fegyverem, az nem segít. Na kiszorít sarokba, ki? Amúgy nem tetszenek ezek a fegyverek. Hi-hi-hi! Ott a chain reaction! Jó. Na és akkor itt kapunk valamit. Aha! A sebzésem típusa fagyasztó lesz, vagy 30% plusz sebzés, de lassabban lő. Átütő lövedékekkel. Vagy ha nem tetszik, nem fogadom el. Hát a fagyasztás a fagyasszon. Hát lefagyasztottam a boss-t. Hát szíd ki, bogár! Kapja a boss. Na most egész megnyugodtam picit. Most ügyesen kájtoljuk őket. Ott a pukkanás, mehet a szoppantás. Pukiszopi. A buildem neve a Pukiszopi. Mondjuk a fél HP-mat elbuktam, de ezt most ne törődjetek vele. Most itt beszoppantjuk az XP-t. Halt a boss! Halt! Very good. Több XP-t kapunk. Vagyis, hogy TP-t. És mi van, hogyha lekésem az indulást, akkor így? Áh! Akkor itt, aha. Na, amúgy túl teljesítettem már most az elvárásaimat, csak mondom nektek. Á, bazzek, kettő sárga hiányzik a plusz 20 teljes életerőhöz. Ajaj. Jó, adjál soti sebzést. Lehet rerollolni, de szerintem azt nem éri meg, mert nem nagyon marad. Jó, hát nem baj, ez az első körünk, ebből megtanuljuk, hogy mit ne csináljak. Hol a loot? Hol a loot? Nincs loot. Nincs sehol loot. Á, ott meg már valami köpődémon is van. Milyen bánya ez? Hát nincs mit bányászni. Ott van egy kis zöld, de ne... ott van, very big. Jajjaj. Üde! Ott a híles. Nagyon jó, kicsit felhíleltük magunkat. Már most már figyelnem kell, mert lőnek is. Kis geci, már mint... Híles. Nem beszorultatok oda, mi? Jaj, de én szorultam be oda! Jaj, jaj! Jaj, jaj! Jaj, de kurva nagy a baj!
bocsánat! Júj, a köbök túl, te picskú! Nagyon gyorsan visszanyal a fanyi! Bogárra érkezik? Hát már van elég, köszi! Jaj, hát ez nagyon nem fogjuk túlélni ezt a kört! Jaj, ne, hát ott szakadék van! Jaj, hello, fiúk! Jaj! Na, bocsánat, azt hittem ez egy hit! Jézusom, mennyi XP, ad ide! Azt hittem valamiért, hogy ez egy higgadt, kiegyensúlyozott stream lesz, de nem tudom, miért hittem ezt. De mindenhol ott vannak! Az anyámot. Ha kimegyek, akkor legalább gazdagon megyek ki. Júj, kell a heal, anyu, kell a heal! De mekkorát pukkantok! Nincs XP-m, az a baj. Elit Magtera, te vagy már egy Elit Magtera, Baktera! Az anyu, de pukkan, nagyon pukkan! De ott meg ilyen csápok nőnek ki a földből, haló. Kurva jó ez a game amúgy, már most csak mondom. Úgy mennyi, ott azt össze kéne szüttyögni azt a sok XP-t. Mindegy, nyomjuk a boss-t. Taktikusak vagyunk. Marvin szeg, jó. Add ide a movement speed-et. Hűte. Júj, azt ott főszoppantom mindet a begyemmel, ad ide! Azaz, baby! Tűzgyorsaság. Azt is ad ide. Jajjaj! Whee! Jesus Christ! Hát ez annyira jó volt. Nonsense! Jaj, ne, végre sikerült lejönnöm a Vampire Survivors-ről, erre itt van ez. Igen. És csak 10 euró, srácok. Zérus halál. Na jó. Hát a 15% sebzés az very good. Jó. És hát elnyomom, megveszem a healt. Megvettem a healt. Jó, és akkor most jön az utolsó kör, ugye? Azt mi az a hiper tojás? A bolyön ki a alien? Most kérdés, hogy az utolsó pályán van-e értelme aranyat bányászni? Chat. Mert hogy ugye már ez az utolsó. Ott egy gránát, nagyon jó. Csak az XP miatt amúgy nincs, okés. Most még neked nincs, jó. Tök jó, hogy akkor ezen a pályán meg tele vagyunk izé aranya. Fú, de beszopadtam ide magam.
Amúgy ebben a játékban... Szóval látjátok, amit csinálok? Ez amúgy 2 millió IQ csak. Hát, hogy azzal, hogy a bányász... Igen, kivéve, ha rád lőnek. De hogy azt, hogy így beszorítod őket ezekbe a járatokba, az... az nagyot megy. Persze úgy beszélek, mintha nem 20 perce játszanék a játékkal, csak hogy ez egy jó taktikának tűnik. Igen, aztán majd később jönnek a bogarak, akik tudnak bányászni, és akkor mindennek vége, de most ezzel ne törődjünk, jó? Van a játékban amúgy dodge. De jó a zene! Hú, az azért az a nagy pók lábas, az azért nagyon mászik, baszd meg! Jaj, de mászik, de ronda vagy! Hú, de köpő démonos! Ájjá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 jj
Hol vannak a robbanósok? Ez így szar, hogy nem jönnek az öngyilkos mere. Várjál már, hát ott van még egy pókbogár. Most már nem is egy van, hanem kettő. Hűte. Jó, hát most még ne szóljatok be, hogy szar a buildem. Hát még azt se tudtam, hogy mit lehet csinálni a játékban. Ez az első rununk. Amúgy üdv mindenkinek, cső. Jaj! De nehezen megy ez a szint lépés. Hát azt az életben nem fogom kiszedni azt a droppodot onnan. Nyomod. Taktikusan, okosan Nessali, azaz, mennek a fagyasztógránátok. Júj, sziasztok, hello! Jaj, mennyi csáp, basz meg! Szerintem nagyon kell koncentrálni ehhez a játékhoz. Kívülről valószínűleg egyszerűbbnek tűnik. Magától lő a karakter, Nessai, ha mi ebbe a nehéz? Júj! Most ott egy nagy XP szoppantást előadunk. Adjál damot. Most már csak azt a folk jellegűt kéne megölni, és akkor mehetnék. Ja nem! Várjál, hát még most jött valami főnök! Miért? Hogy kell? Ezt hogy dodzsolom ki? Hát ugrik! Ezt hogy kell kidodzsolni, amikor ugrik? Hát... Mi az? Hát hogyan? Öljem meg! Adjál, Max! Oldalazol, hát be, há, ó, há, ó, há, há, hogy a be! Nem is fogy a HP-ja! Júj, de hát az nagyon gyors, hülye vagy! Júj! Nincs há, nincs se heal! De megint jumpy-mumpizi! Ha! This was just a practice run. Na, feloldottad a másodlagos feladatokat. Hát, kösz. Na, megölt minket a Jumpy.
A dzsumbujos. Jaj, ez a játék erről megint... Na most már tudom, mit fog csinálni csütörtökig a Final Fantasy-ig, jó? Most, hogy a stream menni fog, vagy nem, az tök mindegy. Én itt leszek, ezzel fogok játszani. Nagyon köszi a támogatásokat mindenkinek, srácok. Csipár, Heisenbergre, Zol kis köszi, Jenny! Nagyon köszi az ötös giftet a közösségnek, Waffles meg Attack Helikopter, Bendy, Vodka Narancs, Laci, Isti, Zoli, Eni, nagyon-nagyon köszi nektek is, és Szofi, nálad hagytam abba, igen, megköszöntem a 3 évet. Na, új eszköz, pajzsmodul. Új túlfejlesztések. Oké, szóval ezek gondolom a fejlesztések, amiket megkaphatunk menet közbe. Új fegyver. És akkor itt van az összefoglalás. Hogy melyik fegyver mennyit sebzett. Aha. Nagyon jó. Na, remélem így elsőre most már... Aki nem értette, hogy egy autósúter miről szól, az most már így kicsit közelebb került. Hogy tetszik? Szerintem állat. Nagyon jó ez a setting. Akinek a Vampire Survivors-zel az volt a baja, hogy szar a grafika, az hát ha ezt egy kicsit jobban átérzi, és 10 euróba kerül. És hát ugye most jön a játék lényege, mert most csináltunk egy szarrán. Tehát most elkezdünk fejleszteni, jobb fegyvereket szerezni, és gyakorlatilag a méteres péniszünket belelógatni a bogarakba bosszúból. Elnézést kérek magam miatt. Na, várjatok, és akkor itt az offline ugye fejlesztés, hogy ugye folyamatosan erősödjünk, itt tudjuk növelni az alapsebzésünket, és akkor ehhez kellenek azok az idióta színes gumicukorkavicsok. Nézzétek, ott jobb fölül, ott van pénz, turbórágó, kaktuszrágó, gyöngyöcske, zöld genyóka, piros genyóka, még zöldebb genyóka, és akkor ezeket lehet trédelni is. Tehát az egyiket át tudjuk váltani a másikra pénzzel. És akkor itt van, hogy sebzés, sebesség, pajzs, XP, max HP, crit, critnek a bónusza, HP regeneráció, tárgyfelvétel, ritka fejlesztések esélye, bányász sebesség és fegyver újratöltés. Aha, és akkor most döntsd el, hogy mit fejlesztesz. Hát mivel érdemes kezdeni? Biztos, hogy az XP-re mennék, nem? Hogy gyorsabban fejlődjön a karakterünk, és akkor több skillt unlockolok. Meg a bányászat, az elég OP-nak tűnik. Hát vagy simán a flat damage, de... A bányászat és a szerencse. Bányászat? Na, a bányászat. Hát ja, XP bányászat. És akkor ugye a bányászathoz nincsen ilyen kaktusz genyóm, de azt tudok cserélni, ha úgy van. Viszont XP-re van. Veszek 2 XP-t, és akkor kellene egy ilyen genyó. Vettem egy ilyen kaktusz genyót, és akkor a bányászatra is raktam egyet. Zsír. A pénzt azt miből kapom? A pénzt azt a missziók után kapom? Tehát mindig kör után kapok pénzt? Vagy ahogy teljesítek mellékküldetéseket? Ránokból meg eladásokból. Ja, hogy a nem kellő genyókat eladom. Oké. Na jó! És mikor kapok új kasztokat? Jó, és akkor hát még az első szinten megyünk, mert csicska vagyok. Hogy tudom feloldani a kasztokat? Hát akarok még több törpöt. OnlyFans-ről kell? Ja, vannak achievementek, és ott kell megnézni. Aha. Törpék. Aha. Ja, vágom. Vágom, hogy mi van. Aha. Jó, minden. Hát fejlődni kell, azt akkor majd unlockolódik, gondolom. Többi törp. Jó. Menjünk. Egyelőre ez van. Durrantjuk a felderítőnket. És akkor várja a felszerelést. De hát már szereztem shotit. Mindegy. Szabványos. Na, nyomod. Most már vágok mindent, Chen. Nyugi. Most már...
10 centit növekedtem. Szétkapom az összes genyót. Hallod a zenét? Érezd az erőt. Már szopkodjuk is az aranyat. Boom. Adjál előbb sebzést. Azaz. Bam, csak a dam. Ott a sok pénz apunak, azaz. Már 2%-kal gyorsabban bányászunk, úgyhogy easy. Az a fegyver. Kaptam valami acsit. Jó, arra van egy supply cucc. Fővettem egy virágot. Új fegyver. Ezt szedtük ki, ezt a hatalmas pusztítót. Ezt ad ide. Össze kéne szoppantani az XP-t gyorsan. Még itt az elején könnyen vagánykodok. Nagyon jó, ott a tar. Jó, jön a droppod. Várjál, nem jön a droppod! Elbasz! Tovább kellett volna ott maradni. Nem jó, elcsesztem. De bukli volt! Bukli-pumukli! Tapasztalati pont bányászás közben, az kell. Jó. Kinetikus sebzés. Az első fegyverem az nem kinetikus, ugye? Az alapfegyverem az nem kinetikus fegyver, csak amit kivettem. Jó. Adják ritet. De az, mind a kettő kinetikus? Akkor azért nem kellett volna a lövedék upgrade-et kivenni, nem baj, fejlődök. Ugye ez a kettes fegyver, ez ritkán lő, de akkor viszont kegyetlen nagyok. Na, jön az elit kaszaboló. A pókasszony visszanéz. Még kellene piros cuccot kibányásszak. Ott is van. Júj, a pókasszony visszanéz! Azaz. Boom, baby! Jó. Mindjárt megyek. Csak vittem a lootot. Nyugi, jövök. Ha még 8 szek, az liderre elég. Jó. Zsír. Very good. Na.
mind a kettőre jó a kinetikus sebzés. Meg az XP. Úgy. Várj, itt vannak ilyen rózsaszín genyák. Jó, tapasztalati pont. Mi ez a sok rózsaszín gemba? Ez valami gembás fája. Csak az a rajt. Na, na jönnek a robbanósok. Fogom itt szedni a különleges rágó gumikavicsokat is. Meg ja, azért majd kéne növelni a range-et, amiben föl tudom venni az XP-t, mert... Jézusom, ez debe van szopódva. Hát ezt itt mire kiszedem? Na már sikít valami főnökzet. Ja, kéne valami AOE sebzés, valami területi sebzés. Mondjuk a robbanók azok sebeznek nekem. Ez nem volt jó, amit kivettem mi. Az a baj, már kapkodok. Ezt a dobbodot ki kell szedni, de ahhoz el kell őket vigyem. Na, új fegyver. Akkor most kérem a gránátod. Azaz. Íííí, de puk-puk volt! Jó, jön az elit. Jó, túlfejlesztjük ezt a fegyvert. Plusz sebzés, plusz újratöltés zsír. Reach sebzés. És még a droppodot is kiszedjük. Reach sebzés. BAM! Te boss! BAM! De nagy! Na, ez most ki volt számolva? És már csak oda kéne érjek a kapszulához. Jó. Very good. Rokkó, Dóri, Nettus, köszönöm szépen, és Csabi, köszönöm a csírt, látom főni téged is megtalált a játék, magam is beletettem már pár órácskát, meglepő mennyire le tud foglalni jó játékot hozzá. Addig kortyolok némi Nessali nedűt. Ugyehogy ízlik, látom, hogy rászoktatok, és úgy szívjátok fel, mint a tápoldatot. Nessze neked ember! Nessze nektek emberek! Igen, feltűnt, hogy mutatja alul nyilacskákkal, hogy melyik fejlesztés, melyik fegyvert érinti. Köszi, srácok. Jó, tűzgyorsaság.
vagy 10% sebzés. Tűzgyorsaság. Jó. Sebzés. És újra töltés. Na most szépen szedjük ki a izéket. Nincsen viszont elemi fegyverem, úgyhogy azt nem. Most szépen bányászok, úgyhogy most mennek az upgrade-ek. Mondjuk szerencsém is volt, mert volt a közelembe arany. Very good. 3-5, ugye ez a harmadik körünk. Hú, bazzeg. Beszoptam. Áú! Áú! Eltaktikáztam magam most ott a szélén, bekerítettek könnyen. Kritikus találati esély, az kéne. Adj egy kis healt. Köszi. Ez... Nem érem el azt a sok XP-t. Azaz, szít felmegyem! Szít felmegyem a sok lég. Bányászati sebesség. Jó. Gimi, gimi, gimi! Ez de szar helyen van itt. De gyorsan bányászok te! Csak megöl a lila! Jesus Christ! Még ne jöjjön bogárra, épp az életemért küzdök, mert kicsit elkapattam magam. Milyen gyors az a piros! Valahol volt heal. Sebzés. Droppod nagyon jó, add a droppodot apának. Új fegyver, add ide azt. Jó. Szerencse. Inkább a sebzés. Várja, az ott már a főnök? Igen. Föl kéne híleljen magam, mielőtt megöljük a főnököt. Nem emlékszem, hol volt ott a hír. Jó, főnök kapta. Jaj, de pukkanós! Azaz, azaz, szíd felvegyem a sok szar! I'm getting my ass moving, Captain! My ass is very moving! Emotionally moving, ott vagyok. Stage 3
Jó. Kell a heal. Jó. Dupla fegyverszint növelés a gránátnál. Ott is. Az epikus, az need. Jó, és ki is fogytunk. Jó, nem baj. A 12 gembát kell begyűjteni, igen, ott írja az elején, és akkor kapok XP-t. Felfedeztem, csak túl nagy a monitor. Kis van hír. Töröm, töröm. Még bányászat. Jó, tömlik az arany. Goldiger vagyok szó szerint. Így van, srácok, ne csúfoljatok ki, tudjátok, azért soha, mert nem látok. Azért se csúfoltatok ki, mert túlméretes pénisz szindrómában szenvedek, akkor most már ezért se jó. Köszi. A baj mértéke elképesztő jelen pillanatban, innen jelezném. De a skill mértéke túlnő ezen is. Csak nem tudom fölvenni a sok XP-t. Csak a crit. Még nem tudom hány százalék esélye kritelek. Új, de nagy a pukkanás! Hát... tüntetlenül pukkangatok akkorákat, hogy... Na, most ezt úgy hívják, hogy szopás, ami itt most látható. Nagy volt a pofám. Jó körbe vettek amúgy. Bam bam bam. Bam bam bam. Ajjajajajaj, na most kell lelépni a healhez, de nagyon gyorsan. Bányász, kicsi bányász! Hűte. Hol volt még heal? Valahol volt még heal. Most iszkiri van, igencsak. Ott egy heal. Very good. Aha, összegyűjtöttem a gombát, és kaptam rengeteg XP-t. 45% tárgyfelvételi távolság, nagyon jó. Jön a boss! Nem baj, kontrollálom a helyzetet. Nincsenek meglepetések. Nyomod a bányászás, kicsi nyomod, nyomod, nyomod! Hűten, na most kurva nagy baj van. De piki-puki van! Anyám! Hű, te! Azt ott nem voltam benne biztos, hogy onnan kijövünk. Jó, kritessé. Ne nyúkáljál! Itt szoppantom föl örökké. Jaj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 
Congratulations, Miner. Anyám. Igen, az a baj, hogy nem tudtam körbe menni, és hát sok XP ott marad, igen. Érzékelem a problémát. Jó, kell a heal, muszáj. Összes fegyver sebzés. Az a 10%. Jó. Elektromos sebzés. Kérem. Jó. Úgy csóljön. Ja, Tibaton, köszi, próbálom robbantgatni a robbanósokat, csak hát nem egyszerű. Nem egyszerű, de igyekszem. Igyekezem veszettül. Na. Only one way to rouse the dreadnought. Destroy its cocoons. Kill them all, Miner. Utolsó. Azért ez az elektromos, az nem megy rosszat. Bányászati sebesség ez az. Tudjak menekülni. Ugye próbálok taktikázni, hogy nem ütöm át ezt a falat itt, amíg közel nem érnek, hogy addig egy irányból jöjjenek. És akkor, hogyha jó durran a fagyasztógránát, akkor lehet ügyeskedni. Mozgási sebesség, nagyon jó. Sokkal taktikusabbak ezek a játékok, mint amúgy, ahogy így kinéznek elsőre. Jó, jött egy droppod. Áll. De nem vagy jó. Az meg beszoptam két lövést, bocsánat. Várjál, pont a bossra kell rádobni. Azaz, baby! Ha megsérülök, lassítja az ellenfeleket. Nagyon jó, az egy új pajzsmodul. Mi? Heal kell, mert bajba leszünk. Ott egy heal fönn. Á, a köpéseket nem tudom dodzsolni. Jó, most megfogtuk őket. Zene közben, milyen epic. Ne kéne fagyasztani azt a boss, mert nagyon jön.
Nem jó a pozíció. De jó a mágnes! Azt honnan szedtem ki a mágnest? 5% sebzés? Jönni fog a boss. Ott van. Jó, kezdem érteni, hogy hogyan kéne dodzsolni. Nem jó? Hát igen, hogyha bányászás közben ugrik, akkor cumi van. Négy HP-n van, tudom, nem kell mondani, látom. Nem segít. Ugrani fog. Á, de ne! Bányáztam lefelé! Ne! 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 Á! Á! Aranyszkenner. Nem baj. Oda se neki. Na! Jöhetnek a tippek, most már láttatok két kört, hogy miben vagyok balfasz. Hogyha valaki akar valami tippet adni, mert tapasztaltabb, akkor nyugodtan. Bolond Gimli rövid távon erősi. Bolond Gimli befárad. Köszönöm. Hát túl mohók ezek a törpök, túl mélyre ástak. De amúgy most jobbak voltunk, igen, szerintem is. Deadly Cross, David, White Rosie, Rókaszem, Nexlix, Reha. Köszönöm szépen, srácok. Nem élted túl, Nessai, ha ezzel javítasz, akkor jó lesz. Köszönöm szépen, egy tapsot Mayer Daninak létszi a megfelelő emóttal. Köszi, Atemia. Nézd a radar többet, fehér és világos zöld pöttyökér, resource vagy main objective-ben segít. Köszi. Na. Még a lákra is tehetnénk. Ja, itt már 5 genyó kell, hogy fejlesszek, aha. Tehát ott már nagyobb szinteken sokkal több genyó kell, hogy tudjak fejleszteni. Akkor viszont szerintem mindenre fejlesztek, amire van és cső. Na jó. 2/3. Ja, de már mehetek a magmásba. It's so shiny here. Ja, mert itt vannak a küldetések. Aha. Tehát még a merülést kell teljesítenem. Hát azért a vicc kedvéért nézzük meg a magmás pályát, nem? Vagy próbáljam meg még egyszer az elsőt, srácok. Szia, Főni, mit csinálsz? Szia, Silas. Videójátékozok éppen én most itt. Biszkúcs, köszi a csírt. Kivikkancs, köszi a 11-et. Szemi, neked is az 5-öt. Még legyen az első? Jó, még egyet nézzünk meg. 3 a magyar igazság. Igazatok van. Scout classic, please. Yo, mod. This is it. Either the Dreadnought goes or we send in another dwarf. You'll be on your own in there. Make it count. Dog. Jó, össze kell szedjek 6 virágot.
Vannak ilyen fehér virágocskák a földön. Ja, amúgy most tűnt föl, hogy a radaron világos zölden jelöli a... Na mindegy, ne beszéljünk róla. Jó, ti se vettétek észre, mert ti is hülyék vagytok, nem csak én. Nem vettétek észre, jó? Ne röhögjél! Hát így könnyebb megtalálni. Jó, most az a pár pixel ott a izé, most... Mozgási sebességet kérem. Jó, droppod. Kéne várjak enemiket, nem? Jó van, az úgy kapták. Jó, még virágokat kéne találjak. Új fegyver. Majd nem tetszett ez a magas kaliberű, mert ritkán lő. Add ide a gránátot. Próbáljuk meg többet gránátozni. Virág. 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 Ott van egy mágnes. Gimi. Nagyon jót szoppantott nekem. Kell még kettő virág a pályáról. Nem látom sehol. Ott egy virág. Meg ott egy virág. Jó, akkor sok pénz, meg XP. Nagyon jó, very good. Megcsináltuk a küldetést. Most akkor lehet szépen XP-t farmolni, meg kellene piros. Piros kő, ott a piros kő. Jött egy Magtera. Magter Bukter, mutátó boss. Igen, hát azért így, hogy a gránátot vettem ki, azért most a sebzésünk kisebb. Elektromos, nagyon jó. Very elektromos. Sebzésű a fegyverünk. Kéne XP-t szopkodjak. Itt most az elején nem kell kapkodni. Jó. Halt a főni. Ja, nem halt meg a főni, csak robbant valami. Majd most hal meg a főni. Nagyon jó. Krit esély. Bíztok bennem? Hát aranyosak vagytok, legalább ti. Jó. Sokat bányáztunk. Megcsináltuk a küldetést. Tök jó.
szépen fejlődik a fegyverünk most föl. Úgyhogy azt boostolom tovább. Újratöltési sebesség, elemi sebzés. Az mondjuk segíthet most, mert elektromos az a fegyverem. Úgyhogy azt kiveszem, hátha. Meg ki tudom venni az újratöltést is. Very good. Eddig szerintem jó. Ha nem megyek el időre, akkor itt hagynak, nem tudom. Jó, itt is virágokat kell gyűjteni. Fehér pöttyöket figyeljük a kijelzőn. Vagy radarom, vagy mi az. Eddig zero loot. Tök jó, hogy addigra találom meg a dolgokat, amikorra tele vagyunk enemivel. Jó. Két virág. Három virág, és itt a fat loot. Nagyon jó, jönnek a barátok. Négy virág. Jó, fejlődjön az a kis fegyver, fejlődjön. Jaj, de necces volt. Küldhetnéd a droppodot amúgy. Jöhet! Jöhet! Pikpuk! Pikpuk! Az én is kaptam a fejemre egy pikpukkot. Jó, sebzésnél hátra löpődnek. Nagyon jó. Tűzgyorsaság a main fegyverre. Nagyon jó. Ez az. Durrannak a fagyasztások. Elképesztő szoppantások. Szemétégetőnél nem találsz ilyet pénzért. És nagyon jó, ott a fegyverfejlesztés. Több sebzés, lassabb gyorsaság, átütő lövedékek. Jó, legyen ez. Csak adam. Jó, kellene még két virágot találjak. Big Swarm, very big Swarm. Azt újratöltés volt. Új fegyver. És kérem ezt a Zukov gyors tüzelőt. Nagyon kellene az a két virág. Majd ott pénz is van. Azt meg nagyon szeretem, ugye? Kevesen tudják. A két virág, és jön a boss. Nagyon jó. Szoppan az XP. Kell egy kis életerő, azt itt megtaláljuk a boltba. Nagyon jó. És ott egy mágnes, az very big. Most nagyon érzem, srácok. Jó, 5% sebzés. A másik ott fejlődik a fegyver tovább. Most jót érzek, ti is érzitek a jót? Amíg be nem szorulok egy sarokba. Bányás sebességet még nem fejlesztettünk, az egy kicsit baj. Rájuk kéne forduljak valahogy, hogy legyen még XP. Rotate. Ez most egy nagyon nagy rotate move.
Ez az. Mozgási sebesség, azt kérem. Elkaptam, csak az a baj, tudjátok, hogy ez pillanatok alatt megfordulhat. És ugye folyamatosan erősödnek az enemik. Hát ha túl sokat szarakodok és nem sebzem le a bosst, akkor elkapnak. Mindjárt maxos a fegyverünk. Úgyhogy most kicsit a dabra kell fókuszáljunk, meg kell ölni a bosst. Nagyon jó, boss halt. De jó irányba van a droppot, hogy szíjad le a méretes gyulai kolbászomat. Elemi sebzés, nagyon jó, az az elektromos pukkanásaimra kiváló lesz, meg a fagyasztóra is. Egy kis szopkodás még belefér. Nagyon jó, mindjárt maxos a fegyver. Engesd be! Nem kellett volna az a sebződés. Jó. Így van, a vietnámi megkerülős cselt bealkalmaztuk. Hú! Jó. Sebzés. Tűzgyorsaság. XP. Újra töltés. Mindent megvettem, érted? Na ez már Nessali style. Hát Andi, megvettem. Szeretnél XP-t, Andi? Megvettem neked. Az elemi a fagyra nem hat. Köszi, András. Harmadik. Jó, megint virágot kell gyűjteni. Hogy sebzett meg? Ja, most már vannak lövősök, biztos azért. Add ide a virágot, basszalak meg, bocsánat. Beszopadtam őket ahhoz a bejárathoz. Ez itt most elég, nem? Ó, bazd meg, ott maradt egy! Jaj, gyere! Jó. Maxos fegyver. Ó, minden egyes fegyver. 150% sebzés? Vagy 100%, de a többi fegyver kevesebbet sebez. Á, jobb. Azaz. Jó, crit. Szerintem már mindjárt vége a pályának, ha még most kezdtem el.
új fegyver. Jó, add ide a nagy kaliberű. Kevés a fegyver, most már lehetnének új fegyverek. Mozgási sebesség. Nem találtam meg a virágokat. Egy virág. Jó, most virágnézegetőben vagyok. Nem nagyon akarja. Jó, jön a főni. Nagyon örülök. Ott jön a főni, nézd milyen aranyos. Hú, de te persz, főnök! Mi az, Mercedes? Autót is gyártanak? Azt hiszed, te vagy a Schumacher? Megvan az objektív. Hű, ez egy rossz ötlet volt, Nessai. Ez egy kurva rossz ötlet volt. Bocsánat. Amúgy egész jó megúsztam, nem vesztettem olyan sok HP-t. Jaj, én vagyok a Schumacher! Amíg egy irányból jönnek, addig nagyabb pofája az embernek, csak aztán mikor sarokba szorítanak, akkor cumendáréva. Jó. A fegyver újratöltéskor robban. Vagy tárkapacitás növelés. Az a robbanás, az jó hangzik. Droppon is arriving. Very good. My name is Luffy's Georgie. Stage 3 completed. Mikor azt hallottam, hogy autósúrter, valami Carmageddon-szerűt képzeltem el. Jogos, egyébként jogos, de nem az autósúrter arra utal, hogy automata a lövés. Na jó. Add ide a szerencsét. Add ide a fegyverszintezést. Meg a tűzgyorsaságot. 4-es. Jó, ugyanúgy virág, árus, jóska vagyok. 2. Aha, ezek aranyat adnak, ezek a kis pattanások. Már írtátok, hogy üssem ki őket, csak nem úgy hozta a sors. Add ide a virágaimat! De érdemes a max fölött még fejleszteni a kimaxolt fegyverünket? Kellene egy autó-autó-shooter, Arnesso, hajrá! Lehet, hogy kéne plusz HP a bossra az utolsó pályán.
room detected. Lock up and get ready. Megvan a küldi. Jó, most már legalább fókuszáltak a saját dolgomra. Aj, de mennyi XP ott marad. Mennyi fincs XP. Hú, bassz meg. Nem tudom, hogy csináltam. Gyertek csak be ide! Big swarm detected. Lock up and get ready. Azt hogy robbant? Ne! Hogy? Hogy basztam el? Hogy? Valami berobbant rám százat! Édes Istenem! Nem hiszem el! A balfasz Nessali. A köpősök, igen. Na de föloldottuk a lövésztörpét, örüljünk annak. Fú, de mérges vagyok, pedig ez egy rohadt jó rám volt. Hogy rohadjál meg. Igen, lefagytak a robbanósok, igen. No worries. Regenerálódás. Olyanom nincs, úgyhogy legyen. Adjál plusz HP-t. Adhatsz damot is. Krit esély. Várj fel. Menjen arra is, veszek ki mindenből. Na jó, nézzük meg a magmát. Csak a változatosság kedvéért, és megnézzük ezt az új kasztot, a lövészt. Nyilván ő egy minigunnal kezd. Aha. Abba az irányba lő, amerre a hordozója mozog. Azzal lehetnek gondok. De meglátjuk. Jó. Pick rails and pickaxes. That's me. It's Dreadnought time, miner. A magmatikus mindenségét. Ja, várja, itt a magma megéget. Oké. Búlú kalapokat kell gyűjtsek ki, az a gomba. Hú, de pörgeti. Aha, tehát ezzel egy irányba lövök, de a veri pörgető. Jó, gyorsan megpróbálom összeszedni. Ja, aha, ott az, aha, tehát itt a magma szinten, aha. Egy ilyen extra finomságok vannak ezen a pályán, oké. Okay. Csak ennél gyorsabbnak kell legyek. Jó, hát egyébként már most érzem, hogy ez a magma pálya nem hiányzott nekem. Mert itt még rengeteg finomság vár minket. Tehát ez majd, ha az első pálya sikerül, de... Igen, az a baj a lövésszel, hogy ugye nem lövök hátrafele, miközben bányászok. Nyilván, hogyha feléjük nézek, akkor elképesztő abálást tudok előadni. Csak ezzel viszont hátrafele nem tudok lőni. Ellenben mondjuk több a HP-ja. A gombák fele van még csak meg. Jó, viszont itt a gyors tüzelő, az minden felelő. Vagy itt egy új fegyver, a bulldog. Nem kell a minden irányba lövő. Ja, most újra töltődött pont a minigunom, nem értettem, miért nem megy. Ja, ott van egy gemba. Kicsit korán hívtam le. Heads up!
Az a baj most, hogy így elkezdtem fókuszálni a küldetésre, hogy itt még gombákat gyűjtök, ez így megnehezíti a dolgot. Túl sok fele kell figyelni. Meg ennél a kasznál sokkal jobban kell figyelnem, hogy mikor tölt újra a fegyver. Amikor a minigun újra tölt, akkor nagy cumi van. Adjál HP-t. Na még kellene gomba. Na, 200 HP. Ez egy tank. Jó, még egy gomba. Ezt még megtalálom valahol. Jajjaj. Nem jó ez a pukkanós rész. De nagyon hangulatos ez a lávás rész is. Jaj, a köpés! De persze, hogy itt köpögetsz össze-vissza! Jézusom! Jó, szerencsére sok HP-m van. Jézusom! Kellene egy mágnes. Jó, mindjárt alabossz, csak az XP-t gyűjtöm, mert az kicsit kevés lett. Jó. Na, hát ez eleve egy nehezebb pálya, és kicsit talán hozzá kell szokni ez a lövészhez, de... De így legalább látjátok, hogy milyen különbségek vannak a pályák között. Stage 1 completed. Well done. Taking you to stage 2. Nice. Igen, nem bányáztam túl sokat. Hú, krit esély. Ez bányászat. Na, nagyon gyorsan fog tudni bányászni. Jó, megint gombát kell szedni. Híves ebződtem, ja rámentem egy picit a lávára. Rohagyja o meg. Zseniális, hogy ilyen láva akadályok vannak, rohagyjon meg. Bőven elég gondom volt az előző pályával is. Na. Minigun. Többet sebez, de lassabban, szokásos. Hát legyen az. Swarm detected. Get ready. They'll be with you shortly. Nincs idő pénzt gyűjteni. Igen, jó! Apa kicsit a túlzásba vitte. Ezen a pályán nincsenek hílek. Megkukartottuk. Hát én persze értem, hogy őket is sebzi, ha rámennek, persze. Nyilván.
are prepped and ready, Miner. We need you to clean up the landing zone. Jó, ott is supply pod. Igen, hát hogyha rájuk tudok fordulni a minigunnal, akkor bandam, de... Gyerünk, Mr. Bányászási sebesség, gyerünk! Most nagyon kell lesz! Gyorsan, gyorsan, gyorsan! Töltön, töltön, Johnny, töltön! Bám! Very nagy! Új fegyver... Deep Cock! Ja nem, Deep Core! Jó legyen! Sebzés. Jaj, nem fogok odaérni, de kell az XP nyomod. Gyerünk! Nyomod! Odaérsz, jó, odaére, hogy ne érnék oda, miről beszéltek, hogy ne érnék oda. Nem csináltam meg a küldetést, de hát na, túl izgi volt. Amúgy ez most sokkal rosszabbul megy, mint az előző körbe. Keveset bányáztam. Hát nyilván nehezebb a pálya. De legalább tudjuk, hogy először kis csirke az előzővel próbálkozik. Először annak kell meglennie. Na most valami 20 darab kék követ kell felszedjek. Eddig semmi hasznosat nem találtam. Na, ott egy kis piroska. Meg a tetűlárvák! Gyertek ide, az egész családotokat kiírtom! Na, ez itt egy jó afkoló hely. Ez az, sétáljatok apának a köpésébe. Köpti nem ér! Itt amúgy a lávával lehet taktikázni, mert ők is kikerülik, csak... Ó, azt hittem, az elkerül. Jaj, beállj, na most van baj, bejöttek jobbról! Ő kéne fejlesztem a többi fegyver. Szompantó! Amúgy most itt elég jó bejonisztam őket. Aha, azok elérnek. Jó, basszus, ott van egy mágnes. Aha, hát, jó van, Nessali. Jó, se a küldetésre nem haladtam sem erre. Se a fegyvereim, ott az valami méretes pénisz ott... ...begyvászkodik. Vissza kell valahogy menjek ahhoz a mágneshez pedig.
Nézd meg, ott ilyen sapköpő démonok azok. De mi ez a sok kuki, ami kinőtt a földből? Az anyátokat! Mennyi kukker volt ott, láttátok? Hát gyakorlatilag besétáltunk a kuki erdőbe. Új fegyver, gyújtógránát, na! Most kezdtünk el beszélgetni, add ide a gyújtógranyeszt. Az ott már a főnök? Nézd meg, mennyi kukeró van ott. Hát beléd csavarom, haverom. Úgy, így csavarom beléd, de. Ha? Most jussak ki, kösz. Nyugi, kukerók, nyugi. Menjen a gyújtógránát sebzés. De mennyi, de hát szétkukeróznak. Gather up your beard and get onto that drop pod. It's about to leave. Stage 3 completed. Stage 4. Good work, Miner. Jó, hát... amúgy valahogy életben vagyok, pedig a karakterfejlesztésem mocsok szarnak érződik. Feels like a brand new gun now. Yes, please. De valahogy még élünk. De ez nem tűnik egy boss killer körnek, legyünk őszinték. Kocsi, próbálok figyelni rátok is közben, csak... Ez a játék meglehetősen erős figyelmet igényel tőlem. Ott van a kék kukeró, amit ki kell szedjek. Jóska gyerek, a szana szétrak. Jó, nem tudom kiszedni, 15 van a 20-ból. Hű, öcsém! Meg kell kezdeni a fegyvereket is felszintezni. Jó. Fagyasztó fegyver jöhet, jöhet, jöhet. Kritessé. Segít neki! Csak az XP maradott. Swarm detected. Get ready. They'll be with you shortly. XP! Nem hittem, hogy odáig elér, de hát hinni a templomba kell. Gyertek, gyertek!
gyertek, gyertek, gyertek! Bám! Az a baby! Jaj, jön a főni! Nem tudom milyen Steam-acsit kaptam, de nagyon kedves hangja volt. Azért lassan a Twitch bitráta kapni fogja. Á, nem láttam. Az a baj, hogy itt nem látok a nagy világosságtól. Beragadt a boss? De aranyos. Hogy vagyok max HP? Na mindegy. Jó, kár volt említeni. Meg kéne csináljam a küldetést, ma nem fog tudni venni fejlesztést a pálya után. Csak nem látok olyan kék bányász genyó. Mi volt az a pukkanás? Én voltam! Jó, jövök, kösz! Jaj, de szét fognak ott szurkálni a blahások, öcsém! Nézd meg, az egész blahat lújzat én oda fölállt. Szintlépéses robbanás volt az, lehet, hogy az. Meg a HP-n, meg a szintlépés miatt ment föl, igazatok van. Now this is a rare treat. Utolsó rész jön? Azt nem tudom, hogy jutottam el idáig. Ja, meg most már van alapregenerációm is, tényleg. Na jó, boss level. Hogy a sok effektől ezen a pályán valahogy minden olyan barna, a bogarak is, és így nem látok rendesen. Azokat a tojásokat én ki akarom kelteni amúgy? Vagy nem? Aha, nem. Szimpla nem elég lett volna. Hát azok kell neki maguktól, világos. Körbe, körbe, karikába, rászarok a marikába, bocsánat, nem szabad, csúnya vagyok. Kijön az igazi énem ezeknél a játékoknál, azért nem szabad ilyennel játszani. Ez olyan, mint amikor kompetitív játékokkal játszok. Veszélyes. Hát de ketten vannak, Jar Jar! Milyen csúnya, milyen az arca. Jön a gólem, de mit mond, mit mond? Jön a gólem, de mit mond? Jön a gólem. A
Jaj, csíp a láva! Még egy fejlesztés. Gyújtó típusú legyen. Égjenek! Égjen a bogár! Azaz! Égjen a bogár! Azaz, bébi! Hűtei, megjött nagyuci. Égjen a mama! Bányász kicsi, azaz. Hú, de csótányosok jönnek ott, de. Hello fiúk, taka van! Ajaj! Ajaj! Most van gond, mert ugye ezzel a kasztal szembe kell forduljak a bosszal, hogy kipörögjön a nagy dam. Persze 80 ezer irányból lőjetek, akartam kérni. Danyód, katód! Nem jó, ugri! És a sebzések sajnos. Nem is láttam, hogy ugrik a boss, bazd meg. Á, nem látok. Hogy? Hogy értek el? Ó! Több dam kell. Ja, lefagytam, bocs, hát koncentráltam rohadtul. Nem volt rossz. Na, most visszamegyünk az első pályára, és megcsináljuk easybe. Na most a második majdnem sikerül. Ja. Bám. És maradok a felderítőnél. A harmadik klassznak nem tudja valaki fejből, hogy mi a feloldása?
hetedik játékos rang, ötödik játékos rang. Jó, akkor csak a szinteket kell lépjem, oké? Mert a felderítővel akarok menni, az jobb. Jobb nekem, testhez állom. Let's go! És meg kell csinálni, gyerünk! Ott is van egyből az epikus fejlesztés. 12 gomba. Összeszedjük a 12 gombát. Első szinten jó sok arany, jó sok vörös genyó. Gyerünk, srácok, mint az éhes disznó, álmodjatok makkal, mondjátok merre a gomba. Érezzétek. És meg kell legyen. És hatalmasat kell menni. Ott is van az első upgrade-ünk. Plusz sebzés, jó? 3 gomba. 4, 5. 6. 7. 8. 9. Ott a pénz. Új fegyver. A minden irányba lövögető kell. Jó, 11 gomba, 12. Objective completed. Excellent job. Jó, megyünk a droppodra. Kicsit XP-zünk. Big swarm detected. Lock up and get ready. Jó, pont a fejükre esik. Gyönyörű. Életerő. Gyönyörű. Nagy porszívó. Bányász sebesség. Fegyversebzés. Jó. Összebányáztunk most már rengeteg mindent, megvan a küldetés, úgyhogy az első szinttel megvagyunk, most már csak ölés. Második fegyver is szépen fejlődik föl. Most már metodikusak vagyunk. Jó, jön a főni. Csecskusz Maximus. Még van itt pénz. Ne legyél greedy, Nessai, azért. Áó, megcsípod. Jó, főni hal. Jó, másik fegyverfejlesztés, elektromos. Pénz. Mint egy lila XP. Jó. Kiváló, kiváló. Ja, a fegyókat föl kell fejleszteni, meg ha max HP van, arra is rá kell menni. Úgy csak igen, az ilyen 20% sebzéseket nehezen engeded el. Azt ad ide. Bányász. Ott a fegyverfejlesztés, és ott a lövedék is. Nagyon jó! Nyomott fasz! Ott van egyből a pénz. Na megint az a 20 darab kék bánya kell.
Jó, fölhíleltük magunkat. Meg kell találni azt a kék követ a pályán. Varánusz volt. Ott a kék cucli. Á, ez sokba kerül. Jó, megvan a küldetés. Töltés, menjen. Jó, droppod. És utána vissza kell menjünk az XP-ért, mert ott hagytunk sokat. Erre a rajra kell pont rácsurgatnom a üzét. Gyertek, azaz, gyertek. Nem találtam őket eléggé telibe. Jó, vissza az XP-ért. Fegyverfejlesztés. Új fegyver. Galván kábító taroló odanéz. Eldobható bumerang elektromos sebzéssel. Hát ezt muszáj kipróbáljuk. Time to bring the boomerang. Na, a pálya széle, ez gond. Kellene találjak egy heal. Jó, jön a főni. Újabb fegyverfejlesztés, sebzés, újratöltés, jöhet. A zene intenzív, a streamer teste szintén. Pénz. Jó, illelős piros cukorka kell a punak. Hogy max HP-val mehessünk a következő pályára. Pénz! És kezdjem el a bumerangot fejleszteni, menjen! Meg fog halni a boss, mert túl jó vagyok. Bappa. The bugs are getting worse. Move it. Ott a hír. Jó, halt a főnök. Ibazzeg, ne szállj, ez... Ott maradt egy csomó hír. Vagy mi XP. Nem látok. Get yourself onto that drop pod. It's about to head out. That elite never stood a chance. Jó, pirosból keveset szedtünk ki. If you make it back. Igen, és itt is van, ez a baj. Jó.
Hát nem jó, de ez van. Adjál mozgási sebességet. És rolloljunk újra. Elektromos sebzés, az két fegyverünkre is jó. Speed. I am speed. Jó. Nem, ez a játék állat lenne mobíra, Carprevagen. Ezek nagyon jók, ezek az autósúterek mobíra. Hát még sajnos nincs Steam Early Access, aki megteheti, támogassa a fejlesztőket azzal, hogy megveszi PC-re. Mert zseni a game. És ugye a Deep Rock Galactic is Early Access-be indult. Én azt annyira nem szerettem, de aki nyomatja, az azt mondta, hogy zseni lett a végére. Na, 6 virágot kell begyűjteni. Ez már a harmadik pálya, úgyhogy azért már egy kicsit figyelni kell. Hílek vannak, ott a pénz. Jönnek a barátok. Négy virág. Áll. Jajajaj, a droppod vagy mi az? Most pukkanj rá, Johnny! Bam! Hűte. Jaj, de nagy a baj! Well done, you got them all. Jó, megvan a küldetés. Big swarm detected. Bug up and get ready. One down. Azaz, írtsátok egymást, mint a hülyék. Jó. Bocsánat, koncentrálok. Ki kéne maxolni a fegyverünket. Már is főnökségi értekezlet van? Az XP, öcsém! Jéha! Új fegyver, hát fagyasztógránát, jó. Ott van a mágnes! Istenem, mekkorát növekedtem. Max HP. Fegyver. Krit esély. Úgy, bumerángó. Azért kicsit nektek is megmozdul, amikor a boomerang berántja, vagy a mágnes berántja az összeset, ugye? Jaj, ott a textúrába elakadtam. Boss halt! Pénz van! Max HP. De jó, hogy át kell menjek az összesen.
pod will head out momentarily. Ki volt számolva? Tuszi, jó dűnenézés neked. Na! Van pénz. Kérjük a szerencsét. Úristen, 12% crit esély az elektromosokra. Fegyverfejlesztés. És ott van. 150% sebzés. Az kell. Nagyon jó. Menjen a bumerángra is. Na jó. És még csak a 4-es szint jön, és jót érzek. Jót érzek a testemmel. Csak ne csináljak olyan balfasságot, mint az előtt. Legutóbb. Egy virág. Gyorsan, ugye ilyenkor a virágokat akarom összeszedni. Egy kicsit feltérképezni a mapot. Jönnek a rajok. Ez kicsit áthallásos. Jönnek a rajok! Vigyázz, jönnek a rajok! Ó, bassz meg. Low HP. Low self-confidence. Gond van. Nagyon nagy gond van. Találtam egy healt se a pályán. Ezek dobnak healt. Láttatok healt, ami mellette elmentem? Ez nagy lesz. De nem elég nagy. És már jön a főnök. Aztán ott van egy mágnes. Nagyon nagy baj van.
Give me that! This one almost makes it too easy! Hűte! This one! Rengeteg XP! Mind if I do! This is gonna help me be a perfect one! It'll do! Trigger előny Máven, a végre, azaz! Azt a droppodik, hogy fogok eljutni, azt valaki elárulja? Megőrülök közbe, bocsánat. Jó, mi innent értek? Harincárom, happy! Jaj. Na jó, életerő. Életerő. Az anyámat. Jó, már nem lett maxos ez a kis pukkantó. Hát ez fúte volt, ez nagyon fúte volt, fúte. Fúte. Jéj, ügyesen aludt a gyermekem az oviba! Mindenki nyomja a tapsemótot! Hat éves fiúk a cseten átérzik, gyanítom ennek az örömét. Nem baj, biztos van kis tesótok. Bár mondjuk valószínűleg nem ennyire kicsi, na mindegy. Na jó. Ez a hír akkor le kell hozassa velünk az ötödik pályát. Jó. Nem kell jaszkarizni, Nessai, öljé meg mindent. Ez az utolsó map. Nem tetszik a négy felé lövős fegyver, Hirks? Hát... Értem, hogy mit mondasz, hogy sokszor üresbe megy, de legalább megy magától állandóan. De amúgy abszolút értelek. Persze, milyen messzire esik a XP? Esély. Hát gyerekek, ezek most elfogytak. De még nagyon az elején vagyunk. Supply pod. Elég nagyon.
Nem biztos, hogy itt anyuci tojása mellett kellene verekedjünk, tetyáim. Ott a szoppantó! És ott a másik maxos fegyver. Körkörös irányban tüzel, 200%-os gyorsaság és tárkapacitás. Oda néz! Ott a forgó, pörgő, forgó, hányó! Ez az! Na Hirsch, tessék, így már talál! Ajjaj, megjött a nyuci. Szentáltam így utoljára. Forma egy karrier alatt valószínűleg. Nem láttam, beszoptam. Erősödnek a kis minionok. Nyomod! 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 Ott van! Yeah, baby! Júj, várjál, még ki kell jönni, baszd meg! Rákára hagy! Itt állok reggelig, szarok vagytok! Jajjaj! Jéééé! First try, abszolút. Siker! Yay! Ott van, fürge. Amúgy nem, a deepcore sima kezdő fegyverem sebzett a legtöbbet, míg az lett kimaxolva leghamarabb. Zsír.
Plusz dam. Meg reggel. Ez mi? Ez? Ja nem, az ugyanaz. Jó, akkor azt nem veszünk. És akkor kinyílt a második szint. Aha. Okay, hazard two, sure. Okay. Hát vagy mehetünk még egy magmásat akkor. Te rasszista vagy, írja nekem Benny. Nem, Benny, én csak a hozzád hasonló kurva hülyéket gyűlölöm. Mármint... Na, ez nem volt, vicceltem, Benny, szeretlek. Na menjünk egy magmát. Csak vicceltem, hát... Ezt csak iróniából mondtam. De hogy iróniából mondtam, hát az ilyet még nem ütötték, hogy a szívlapát... Már na! Na, ne bele legyetek már ilyenek. Döntsétek már el, hogy jobbos rasszista vagyok, vagy egy lipsi köcsög. Hát nem lehetek egyszerre mind a kettő. Vagy pont ez benne a finom. De most megint a lövésszel akarok menni, hogy legyen változatosság. Mehetek a lövésszel? De a felderítőnél most kiánlokoltunk egy új kezdőfegyvert. De hát a lövésszel is akarok menni, mert ne kell a lövész. Lövésszel megyek. Bám! Már szedem is a virágot. Is van epikus, very epikus. Ennek a játéknak egy hibája van, hogy nem lehet ennél is hangosabbra húzni a zenét. Ja, amúgy esetleg nyilván, hogyha valakit az érdekel, nyilván nem releváns, de nekem nagyon jól fut a játék csukkán 4K. Szóval esetleg aki laptopos, ez ilyen laptopos játéknak is jó lehet, és tök jól néz ki. Jó, ott a fejlesztés. Üzgyorsaság, az... Pacific Drive-ba is jók a zenék? Holnap nyomjuk a pacifikusat. Kell még egy virág. Új fegyver. Nézzük meg ezt a lempát. Tök jó a gyújtógránát. Nem kell a gyújtógránát. És mindenki szólt egy barátjának csütörtökre, hogy jöjjön be botként affolni a streamre, a Final Fantasy-re. Jó, megvan a virág. Fejlesszük a gránátot. Ugye akkor van ciki, hogy ez a machine gun, ez nagyon sokat tölt újra. Kellene még piros ércet farmolja. Jajjaj, már jön a főnök? Hát honnan jött? How?
nyomolni akartam, halló? Most ide jó beszopattam magam. Jaj, még lassú vagyok. Jó, elkezdtük fölfejleszteni a gránátot, de az így önmagában kevés lesz. Annyira jó a zene, hogy így visz magával. És sokkal félikesebb. És elkezdek üvöltözni, hogyha gáz van. Igen, még kellene egy harmadik fegyver, mert így a boss nehezen tudom kiszedni. Szóval látod, Tirs, nekem az a bajom a célirányos fegyverekkel, hogy nehéz velük célozni. Azért szeretem a mindenfelek körbe forgó fegyvereket. Most már hagyd kipécésztelek magamnak, hogy te mondtad, hogy neked nem tetszik. Persze, aki skilles, annak biztos hatékonyabban. Az, ami pontosan céloz. Ne aggódj, Nessai, senki nem bánja, hogy kevesebbet beszélsz. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Azt kérem, meg azt kérem, meg páncélt is adják. Legalább a játékra koncentrál és nem hal bele az első szörnybe. Attól, hogy odafigyelek, még ugyanannyira hülye vagyok. De értékelem a reményt. Néha szeretem a naivitásotokat. Ugyanúgy belesétálok. Jó, megint 6 darab virágot kellene találni. Próbálkozni próbálkozok, mert elkapott a gép, úgyhogy... Gyertek, azaz, gyertek, gyertek, gyertek. Várjál, töltök, szünet. Áll. Swarm, hát így is szopok, mint a kismalac. Jajjaj, ez pukkanott. Most már tényleg egy új fegyver. Még egy szín. A supply pod LZ is blocked. Please clear it out.
ezzel a lövésszel ugye több sebzést be lehet nyalni, mert kicsit több a HP-ja. Ez zseniális. Na, akkor most kell a minden irányba lövő fegyver, köszi. Még mindig nincs meg három virág, azt már jön a nyuci. Na, fegyverfejlesztés. Nem túl extra. Hoppá, ott van egy... Ja, még mozgási sebesség kellene, meg életerő is kellene még. Jó, adjad. Kell az a páncél. Virág! Virág! Nincs virág, hát... Hát lenne baszva. Na még egy virágot. Hívj már meg, sajnálj már meg, játék. Na persze, a hettai csápok között kell kijöjjek, ott vannak a virágok. Ez az. Objektív kompleáte. Hukkanni fog. Most már kinyírhatjuk a főnököt. Úgy is van. Kicsit rám is pukkan, de oda se neki. Azaz. Tudom, hanyas szinten szoktam átmenni a harmadik pályára. Hogy most hogy állunk. Mennyi pénz. Ingyen pénz. Jó. Na. Úgy csábító az a crit esély. This is gonna help me be a perfect dwarf. I'm having an epic. I'm feeling lucky. Jók vagyunk így. A szavokat teljes mértékben elfelejtettem megint egy órára, de Levi, köszi a feliratkozást, Lazarus, Blanco, köszi a fél évet, Lattek a 13-at, Blertonkin, Andris, Eszók, Fifixed, Mike, köszi az 59-et, gratula a becshez, jól időzítetted, ez is foglalt, gratula a Teach Babyhez, Csilla, Reha, Biskucs, imá voltatok, köszi, köszi, köszi. Na, gyerünk.
bányász! Rock and Stone! Ott a küldetés, genyó. Életem árán szedtük ki. Itt még az elején lehet. A zöld kukik köpnek jobbra-balra. Ő kéne fejleszteni a másik fegyvert is. Ez kell. A scoutnak az alapfegyvere. Igen, ott a kukik köpők. Jajjajjajjajj, de nagy a baj! Suck on these bitches! Jajj! Jaj, de kell az a droppod, gyere! Gyere, bassz meg, gyere, gyere, gyere! Te jó Isten, bocsánatot kérek magam miatt. Ott a sokat láttam. Jézus atya, úristen. Amúgy nagyot kockáztattunk, de nagy volt a win is. 350 ezer bogarat fölrobbantottunk egyszerre. Küldi. Megvan a küldetés! Kevés az XP, az az érzésem, hogy nem fejlődtünk eleget. Nem tudom, hogy fogok a droppothoz jutni, de... Jézus, atya úristen! Jó, megoldottuk nagy nehezen. Csak nincs maxos fegyver. Egyszerűen valahogy kevés XP-t szedek itt a lövésszel. Hát ennyi. Ja, ez még csak az utolsó előtipája. Ó, hát akkor... Miről szól a játék? El kell vinni a gyűrűt Mordorba. Gyorsabb volt a hírsz.
Egyébként egy autó shooter, mint a Vampire Survivors. Menni kell, ölni, fejleszteni, túlélni, örülni. Nagyjából. Oldalról köptök ti. Nagy rossz itt lenni tiktektek. A ti fajtátnak kinn a helye. Nem itt a földön, nem tudom, hogy van. Nagy rossz itt lenni tiktektek. Mi nem barátoz az a hitvány Nabu. Jaj, hát mi az te? Hogy éltem túl. Hát ezekkel a csápokkal fogok álmodni. Puskas mód idegesít, hogy egy darab gomba hiányzik a küldetéshez. Ott van. Hú, mekkora rotét volt, öcsi! Rotét! Jaj, fájdalmas volt a rotét! Ott van, szoppantó! Nagyon jó. Ott a maxolás. Jó sebzés. Fegyver, fegyver. Elektromos legyél. Nagyon jó. Te is fejlődj. Még fejlődjél, nagyon jó vagy. Rokkolódik a muzsi. Tűzjáró. Ez az, fröcsköljetek az arca már, mint a sajátotokra. Mondom, a sajátotokra. Jó, azért itt a végére bedurvultunk egy picit. Get your ass moving! Jó. Nem érzem magam késznek a final bossra, de... It's my lucky day. It's my lucky day. This is the smart pick. Surely next time will be better. Ah, pont az kéne. Hail
yes! Hell yes! Na jó! Destroy the cocoons! I will destroy the cocoons! Let's go, baby! Életet adjál. Jóféle pusztítás, tetszik nekem. Azért szépen halnak. Jaj, megjött anyu. Fájod a tested. Életerő, yes. Több XP-re van szükségem. Ő, ott van egy mágnes. Mágnes picsáj. Ja, bocsánat. Ez az. 35 életerő, az. Az mi? Max HP. Kikelt a kollega. Jaj, de fózs! Ukkano! My name is Brother! Takarodjatok vissza a pokolba! Várjál, már a főnök fog jönni? Hűte! Nem ez volt megbeszélve. És... fagyasszál, baby, fagyasszál.
hűtje! Bassz meg! Ott talált el! Get it done, Miner. The bugs are furious. Nyomod, fasz! Bam! Satisfied. The drop pod is arriving. Get moving. It won't hang around. Hell yes! Anyád, hányan vannak? Biztos nem én voltam King's Base, nem az én hibám. Örülök, hogy tetszik a játék, srácok. Ott van! Na jó. És feloldottuk a mérnököt. Még egy kasztot. És megvan a második pálya is. Na, hát csak rá kellett érezni. És akkor jöhet az odvas bolygófa. Majdan. Na jó. Nem nagyon kell soha véleményt mondanom a játékról, hogyha tovább tart a stream, mint a megbeszélt idő. Srácok! Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Állat ez a játék, csak ajánlani tudom mindenkinek. Zseniális. Ahogy látom a kasztokat, meg a feloldható fegyvereket, meg a pályákat. Vegyétek meg most 10 euróért, mert ez még csak early access, aztán max félre rakjátok, amikor megjelenik. Zseni. Zseni jó ez a játék. Megint megvan az Aputes podcastben, mi lesz a függőséget okozó csoda. Zseni. Úgyhogy, ja, nem gyakran ajánlok ilyen jó szívvel játékot, de akinek kicsit is tetszett, annak ezt mélységesen jó szívvel. Köszönöm szépen Yeehunter az 57-et, Rock and Stone, It Is, Dedicsight, köszi neked is, és Levi még egyszer köszi a feliratkozást. Mindenkinek köszi a figyelmet, srácok, már csak kettőt kell aludni, holnap után csütörtök 14:30 Final Fantasy, addig is pedig találkozunk holnap délután, és megnézzük a szintén állítólag zseniális Pacific Drive nevezetű játékot, úgyhogy azzal várlak benneteket holnap, ma még React is lesz a YouTube csatornán, úgyhogy azt is lehet figyelgetni. Csók a családnak, áldás rátok, jövök holnap 2:30-kor, nagyon szépen köszi, hogy ilyen sokan itt voltatok, szevasztok! Pappáá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 á